Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották nektek az Isten beszédét, és figyelmezmén az ő életük végére kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Jászoló gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltár első, második és 9. verseit énekeljük el. A 90. Zsoltárunk, református himnuszunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmasságából újonnan szül bennünket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd szólítsunk meg téged először, aki eljöttél, hogy megismerhessük az Atyát, aki a láthatatlan Isten képét hordoztad, és akinek áldozata ajándékaként tudjunk, hogy velünk van az Isten ma is. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy ismersz bennünket. És köszönjük, hogy a veled való közösségben a gyászunk is áldott reménységé, megérkezés
titokzatos hálaadásává formálódik. Köszönjük, hogy a lélek által megtapasztalhatjuk a vigasztalásnak az örömét. Köszönjük, Urunk, hogy elhunyt testvérünk életének utolsó mozzanataiban valóban sok mindenre taníthatott, az örök élet valóságáról is. És köszönjük mindazt, amit az életében tanított. Köszönjük, hogy eszközöd lehetett és rád mutatott. Segíts évtizedes megszakadt mulasztásainkat begyógyítani, hogy hozzád tartozó, veled élő, a te ígéreteidbe kapaszkodó és a te békességedet a legnagyobb háborúság között is tapasztaló, reménységes életünk lehessen. Így kérünk, szólalj meg most közöttünk az ige által. Ámen. Gyászoló család, egybegyűlt végtisztesség tévő közösség, hallgassátok meg Isten kijelentését, melyet két helyről olvasom a Szentírásból, Ézsaiás könyvének 43. fejezetének első verséből, és Pál apostolnak Korintusbeliekhez írt első levelének 15. részének az első 4 verséből. A megnevezett igehelyen így szólít meg bennünket Isten kijelentése. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És a Korintusi levélben ezt mondja az ige, eszetekbe juttatom továbbá atyám félje az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, amilyen beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké, mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Ezek az Isten igaz beszédei. Az ég és a föld és benne a mi földi életünk elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak. A gyülekezet foglalja el a helyét. Gyászoló család, végtisztesség tévő gyülekezet, azért vagyunk együtt, hogy hálaadásunkat, reménységünket megéljük nagy tiszteletű Gulyás László lelkipásztor testvérünk életének utolsó mozzanataiban. 93 esztendőt kapott az Úristentől, és hogy bennem van, első közös Isten tiszteleteink egy-egy temetésen voltak, amikor drága Laci bácsinak, hiszen a legtöbben így hívjuk őt, nem nehéz hozzá képest a fiatalabb nemzedékekhez tartozni, elkezdett járni az ujja, vagy odasúgta, hogy ennek most itt nincs helye. Úgy beleborzong a lelki pásztor most is, hogy olyan jó, hogy nekünk nem megfelelni kell, hanem Isten kijelentését hirdethetjük. Ahogyan ő is ezt tette. Amikor elmondta először, hogy az egyik elhívási igéje a felolvasott Ézsaiásbeli ige volt, akkor azt mondta, hát ezt olyan sokan emlegetik, ezt az igét, talán nem is kellene erről beszélni, most annyira fénylővé vált az én számomra, hogy a családtagok számára is az volt. Különleges élet volt Gulyás László nagy tiszteletű úr sokunk számára. Úgy kezdődik ez a szakasz, és nagyon sokszor ezt nem vesszük észre, és most, ó Jákob, így szól az Úr, most Isten szól. Ő is Isten szavának a hirdetője volt, lelkipásztorként Isten igéjének volt a hordozója. És nagyon sokszor láthattátok azt sokan a gyülekezetekben, ahol szolgált, hogy sokszor Isten igéje hordozta őt is. Abból nyert erőt, bátorságot, reménységet, megrendítő bizonyosságot az utolsó időkben is. Az elhívási igéje, ez az Ézsaiási ige, mert elhívott ember volt. Drága dolog ez. Mindig háladással emlékezett Tahitótfalura, ahol felnőtt, a katona családra, az ő katonai pályájára, ami indult, és aztán Isten valahol elhívta őt. És elhívottként küldött lett sokótoknak. Az örömeiben, amikor megszületett egy gyermek,
hogy az élet nagy megállt parancsó fájdalmában, amikor valaki elment a családból, egy édesanya, egy gyermek, és ott állt közöttetek, és nem a magáét mondta, hanem azt, amit Istentől kapott. Lelkipásztori szolgálatunkban mindig ebben kell megerősödni, hogy ne a magunkét mondjuk, hanem amit Istentől kaptunk. És hagyd mondjam mindannyiótoknak, igehallgatóknak, meg kellene azt újból értenetek, hogy amikor az ige megszólal közöttünk, és az ige hirdetés hangzik, akkor Isten szól most, abban a pillanatban. Nem egy ember, nem egy ideológia, hanem az az Isten, aki életünk és halálunk tudója, aki a legfantasztikusabb ígéreteket készíti el a számunkra a halandósággal szemben is. Több mint 7 évtizede református lelkipásztorként ezt tette elhunyt testvérünk. Ott a nagykátai tanyavilágban, és maradt ige hirdető a hátratételben is, amikor az Esztergom pad mellé kényszerítették őt. Aztán Dabason, Tápiószelén és 37 éven keresztül ezen a szószéken, és talán olyan furcsa kimondani, 57 évig élt a mi városunkban. Amikor ő megszólalt a maga tekintélyével, határozottságával, akkor valahogy mindannyian megsejtettétek, hogy valami többről van itt szó, mint emberi beszédről. Az elhívási ige egy erőteljes bátorítás, és ma is erre van szükségünk. Pandémiában, háborúságban naprakész volt, és imádkozott a népért, a gyülekezetért, református közösségeinkért. És sokszor elmondta ő is, hogy Isten atyai gondviselése, az ő bátorítása az, ami tovább segít. És jó azt látni sokotokban, a mi gyülekezetünkben, hogy ti is elmondtátok évtizedek alatt, amikor életetek válságban volt, hogy ez az erőteljes bátorítás, ez a határozott hang rajta keresztül megszólaló isteni kijelentés volt, ami tovább segített, ami reményt adott. Isten nem ígér gyors megoldást, és nem ígér problémamentes életet. Azt viszont igen, hogy velünk lesz, bármi történjék is. És ezt hagyj hirdessem nagyon határozottan nektek. Hiszen itt vagyunk végtisztesség tévő gyülekezetben, egy megbolondult világban, egy hasonló világban, amikor Izsaiás megfogalmazza ezeket a mondatokat. A zsidó történelemnek az egyik legnagyobb prófétai alakja volt, kimagasló alakja. Az új szövetségben a legtöbbet idézett próféta Ézsaiás sorsdöntő korban élt, és látta a vészjósol jeleket, és elmondta az uralkodónak is, ha kell, hogyha nem Istennek engedelmeskednek, akkor pusztulásba rohan az ország. Megalkuvást nem tűrő módon tette ezt. Arra intette a királyokat, hogy bízzák az életüket Isten vezetésére. Nagy tiszteletű Gulyás László, lelkipásztor testvérünk, és amiben úgy megerősödök, hogy csak az egyházjog szerint volt nyugdíjas lelkipásztor, hiszen onnan az íróasztal mellől is hirdette az igét az interneten, imádkozott veletek a telefonban. Laci bácsi kimagasló alakja volt az egyházunknak. Egyházmegyei tisztségeiben több mint 2 évtizedig, a gyülekezet számtalan tapasztalatában ti magatok tudjátok, mennyire meghatározó volt. Megalkuvást nem tűrő, tekintélyes, ugyanakkor pedig törékeny, életű ember. Erőteljes ez a bátorítás. De mit is mond el az ige? Ne félj, mert megváltottalak. Nem üres biztatás ez. Annyi üres biztatást hallunk ma. És annyi fóbiája van az embernek. És félelemkel gyötrődünk, és annyi mindennel küszködünk, és álmatlan az éjszakánk, és nem tudunk bátorítani másokat, mert nem Isten bátorításából merítünk. Ne félj, mert megváltottalak. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a mi hiába való életünkből, hanem mint egy hibátlan és szeplőtelen bárányén a Krisztusén. Nem azért, mert kértük, nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert Isten örökké tartó szeretettel szeret bennünket, és ő döntött mellettünk. Milyen különleges, sokat hallott ige ez, itt vagytok lelkipásztorként,
Hányszor azt mondjuk, ezen már túl vannak az emberek. Mennyire megrendítő, amikor az ember megtapasztalja, hogy tehetetlenségünkben egyedül Isten bátorítása tud nekünk segíteni. Ne félj, mert megváltottalak. Laci bácsi sokszor mondta, talán többőtöknek a fülébe cseng, nem líra ez. Nem valami romantikus mondat, hanem véresen komoly valóság. Jézus vérének az árába került, ami megváltásunk. Hogy a rendezhetetlen emberi eladósodottságunkban Isten hihetetlen és felfoghatatlan Krisztusban megmutatkozott áldozatában mégis lehessen szabadulásunk. Hát ne féljetek hirdetni ezt a megoldást. Olyan sokszor az ember megfeledkezik róla, és annyi mindent mond, hogy miért vagyunk keresztények. Ne félj, mert megváltottalak, mondja az ige. Megváltott emberek vagyunk. Kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és nem tőlünk van ez. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjen. Isten ingyen kész odaadni ezt. És most, amikor együtt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, ezért lehetünk a hálaadásunkban bizonyosak az örök élet felől. Nem a lelkipásztori szolgálat, hanem Jézus Krisztus áldozata, ami hitelesíti a mi utunkat a mennyország valóságába. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Nevet a szülők adnak a gyermekeiknek, akik azt gondolják, hogy a gyermek az övék. Aztán kiderül a kamaszkorban nagyon hamar, hogy hát nem a miénk a gyerek, és annyi mindent nem tudunk úgy tenni, ahogy szeretnénk. Aki az életünk, az ad nevet nekünk. Vajon megértjük-e, hogy amikor Isten azt mondja, hogy neveden hívtalak, akkor ez azt is jelenti, hogy az övé lehetek, hogy ismer bennünket, hogy számon tart. Milyen érdekes ezt az igét így olvasni. Egy fiatal életben elhívásként ez hangzik, és a heidelbergi káténk első kérdés feletében itt elmondjuk rendszeresen a gyülekezetben. Mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A halálomban is. Aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. De jó lenne ezt megtanulni az igéből, amit olyan érthetően és mégis nehezen elfogadhatóan mond Pál apostol a Római Levél 14. fejezetének 8. versében, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, azért akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Ez történt Laci bácsival is. Az övé az életed, rád bíztad magad, ki tudod mondani, hogy Jézusé vagyok, és rám ő vigyáz. Utolsó időszakban akárhányszor imádkoztunk, mindig megköszönte a gondviselést. És mennyi mindent élünk mi természetesnek. És hányszor azt gondoljuk, hogy kevesebbek leszünk, és az életünk így fut a pusztulásba, mert az ember nem tudja kimondani, Uram, a tiéd vagyok, rendelkezz velem. Nem csak a lelkipásztor lehet elhívott és küldött, ti magatok is azzá kell, hogy váljatok. Március 6-án itt a gyülekezetben bőti úrvacsorára készültünk. A pandémia zártsága után talán az egyik olyan istentisztelet volt, ahol legtöbben voltunk a templomba. És aztán kiderült néhány órával később, gyülekezet áldott emlékű lelkipásztora, az istentiszteletre hívogató harang szava alatt költözött haza a teremtőjéhez. Különleges tapasztalat ez. Ő a mennyei istentiszteletre ment akkor már. És ott a családban, talán évtizedek óta ismert igeként ezt mondtátok édesapának. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Ő maga így mondta, nem befejeződik az élet, hanem egyre jobban kibontakozik, és a halál után láthatjuk az Úr dicsőségét. Talán könnyes szemeinkkel is innen a szószékről én is hagy hirdessem nektek,
nem befejeződött az élet, hanem kiteljesedett. Nem a lelkipásztoré, nem a tekintélyes emberé, hanem az Istenre hagyatkozó gyermeké. Mert elsősorban Isten gyermeke volt, és mi is azokká válhatunk. Elhívott, küldött, bátorító, megalkovást nem ismerő igehirdető volt, aki nem számunkért, hanem számon tartott. Mert ebből élt, hogy Isten őt sem számunkért, hanem számon tartja, és ebben a számon tartásban fegyelmezettség volt a mi részünk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém vagy. 2 évtizednyi lelkipásztori szolgálatomban sokan mondtátok, ő maga is mondta nekem az első időszakban, jegyezd meg, legszebb hónap, melyik? Az április, mert akkor volt a születésnapja. De tudtuk, hogy Laci bácsira jellemző humor volt ez, és tudtuk, hogy ez nem a hiúság, hanem a humor, az emlékeztetés, de tudtuk, hogy a szájában az ige a sokkal határozottabb volt. Hát legyen a tiétek ez az ige. Legyetek ti is elhívottá lelkipásztorként, a következő nemzedék lelkipásztoraiként, akik olyan sok mindenben háladással emlékeztek rá. Bátorodjatok meg erre az üzenetre. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém vagy. És aztán felolvastam az Új Szövetségből is egy igét, amit rögtön Isten a szívemre helyezett március 6-án vasárnap délben. Eszetekbe juttatom az evangéliumot, most kihagyjuk egy kicsit, ha nem hiába lettetek hívőkké. Sokan álltatok meg lelkészi hivatalban, felnézve jobbra egy fényképre, és elmondtátok, sokszor nagy tiszteletű Gulyás László lelkipásztorra gondolva, ő adott bennünket össze. Ő temette el az édesanyámat. Ide jártunk ebbe a szobába konfirmációi előkészítőre. Pál apostol a tévtanítások között mondja a korintusiaknak, eszetekbe juttatom az evangéliumot, ha nem hiába lettetek hívőkké, mert valami elromlott. Egy olyan világban élünk, ahol elromlik az evangélium, ahol Istenről beszélnek hazug módon emberek. Eszetekbe juttatom az evangéliumot. Tudjátok, végtisztességtévő gyülekezetként akkor élünk Istennel felelősen, hogyha Isten üzenetére hallgattok. Hát ne feledjétek el az evangéliumot. Ne engedjétek azt elrontani. Ne higítsátok föl, amit Isten mond az ő szabadításában, annak mindig engedelmeskedjetek. Több mint 7 évtizednyi ige hirdetői küldött élet végén édesapát, nagyapát, sokótok lelki édesapját, lelkipásztor testvérünket így emlegetjük, és így adunk hálát érte. A küldöttért, aki Isten eszköze volt a számunkra, aki talán elmondaná, át kell venni a stafétát, és nektek is eszköznek kell lenni. Ne feledjétek el az evangéliumot. Emlékszem, amikor otthonukban voltunk Csia Kálmán püspök úrral, a 20. század egyik nagyon különleges lelkipásztorával. Az a közösség mai napig nagyon elevenen él bennem, és most úgy elém jött újból a Mégis című verse Kálmán bácsinak, ami Laci bácsi életére is igaz. Mégis tudom, hogy megsegít az Isten, és ha terve úgy szól, hazaérkezem. Nincs hatalom az ő hatalma ellen, jóságában nem kételkedem. Amit ő végzett, jó lesz, azt tudom, s a próbát tudja, miért mérte rám, és engem ő hozzá hű remény kötött, s végzésére áment mond a szám. Az Úristen vigasztalja meg a gyászoló családtagokat, fiait és családjait, a lelki családtagokat, lelki pásztor testvéreket, gyülekezetünket, városunkat és egyházi nagyobb közösségünket. A boldog feltámadás reménysége alatt hálaadással Jézus Krisztusra tekintve csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk,
hogy megsegítesz, és ha terved úgy szól, hazaérkezünk. De köszönjük, hogy világosan elmondod, hogy nem mindenkié a hit. És elmondod, hogy aki a bűneire nálad nem nyer bocsánatot, aki többnek és jobbnak tartja magát, az elveszett ember. Köszönjük, hogy nem befejeződött az élet, hanem kiteljesedett. És oda át, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi ész meg sem gondolt, azt készíted el a téged szeretőknek. Urunk, elfogyatkozik testünk és szívünk, de köszönjük, hogy szívünknek kősziklája, és a mi örökségünk te vagy. Hogy közel vagy a megtört szívekhez, és megsegíted a sebzett lelkeket. Így kérünk, vigasztald meg a gyászolókat. És mindannyiunknak az elválás fájdalmában ragyog fel, aki elhoztad a menny valóságát, aki most is önmagadhoz hívsz, és küldötté akarsz tenni bennünket. Így kérünk, gyere velünk tovább az életünkben. És miközben nem tudjuk, hogy meddig tart a kiszabott idő, erősítsd meg a hitünket, hogyha indulni kell, mert szól a hívás, tudjuk, hogy a túlsó parton te vársz. Köszönjük, hogy aki ebben az életben, ha te kezedbe kerül, az oda át is nálad marad. Így kérünk, Jézus Krisztus, ölelj magadhoz bennünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg Balogh Zoltán püspök úr levelét. Kedves gyászoló gyülekezet, kedves testvéreim! Szomorúan értesültem Gulyás László nyugalmazott lelkipásztor haláláról. Tudom, milyen sokat jelentett a monori gyülekezetnek, a délpesti egyházmegye közösségének is hűséges élete. Áldozatos szolgálatának lelki áldásait sokáig fogjuk szívünkben hordozni egyházkerületünk közösségében. Ezúton fejezem ki részvétemet a családtagoknak, a gyülekezetnek, és kívánok sok erőt és türelmet a gyászterhének hordozásához. Személyesen is sokat jelentett nekem Maglódi kezdő lelkipásztorként atyai, testvéri támogatása. Vigasztalásul legyen Jézus szava. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. János evangélium a 11.25. A halál e földön elválaszt, de Urunk szeretete új találkozásra támaszt fel bennünket a mennyben. Őszinte együttérzéssel, Balogh Zoltán püspök. Kedves gyászoló család, kedves gyászoló gyülekezet! Sokat gondolkodtam, hogy mit is mondhatnék ennyi professzionális szónok előtt, és azok előtt, akik most eljöttek búcsúzni attól az embertől, akit évtizedek óta ismertek, szerettek, tiszteltek, mindannyiunk Laci bácsiától. Végig gondoltam, hogy mi jut eszembe róla, akit 37 évig ismertem a szolgálatban, és közel 20 évig a nyugdíjas években. Ezek a szavak jutottak eszembe róla. Ékes rend, biztonságérzet, alázat, bátorság, bocsánatkérés, megbocsátás, kitartó hit, ima háttér. Gyerekeinket is megkérdeztem, amire még később visszatérek. Több esemény is eszembe jutott, ami róla beszél. Gyermekkor, Tahi, Balatonlelle, Tiszavárkony, ezekre a szavakra több generáció kaphatja fel a fejét más-más évfolyamokból. Feledhetetlen ifis élmények a múltból. Bizalom. Kettesével készültünk az áhítatokra, néha ott hagyott minket akár fél napra is a táborban, mert haza kellett térnie egy-egy temetésre. Ezekből az alkalmakból megmaradt az esti beszélgetések felejthetetlen hangulata, a Duna-Tisza-úszás vakmerő vállalkozásai. Tahiban, az első táborhelyünkön azóta templom áll.
Lellére egyszer egy 5 éves fiúskát is magával hozott Robit, akivel együtt laktak a szobájában. Különös történelmi időben hívta előtt Isten idehoz, és hozta ide Monorra. Fonyad Dezső bácsi után nem volt könnyű dolga, egy-egy énekes könyvből felbukkant évtizedek múlva is Dezső bácsi képe. Nekem is benn maradt most épp a táskámban egy pici kép róla, Laci bácsiról papír alapon, talán az 50 éve konfirmáltak csoportképe van, meg most már lesz. Róla nincs így a táskámban, de benne van a szívemben, a fejemben, mert az ő idejében nőttünk fel sokan. Tőle tanultam meg, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Eszembe jutott a halk torok köszörülése, amikor az ember az adott pillanat, adott helyzet korlátait átlépte, ezzel figyelmeztetett, most sem szeretném elfelejteni az időkorlátot. Biztos vagyok benne, hogy semmiképpen nem szerette volna, ha ez az emlékezés egy Bezzeg Laci bácsi felhangot kapna. Annak a kornak ő volt az elhívott lelkésze, akire rábízott minket Isten. Bánni Julika mondta a napokban, hogy Laci bácsi az életünk része volt. A 60-70-es években nem volt divat templomba járni, és aki járt, azt hátra tették, meghurcoltak minket. A jó bizonyítványukat nem tudták, de a jutalmat visszavették. Egyszer bement az igazgatóhoz ezügyben a védelmünkre kerve, ő a mi lelkészünk. Nem tudom, hogy mit mondott ott, de végül az igazgató egy egyházi intézményben töltötte élete utolsó éveit. Serdülőkorunkban jól lehetett szeretni, jól lehetett lázadni ellene, néhányszor okoztunk álmatlan éjszakákat neki, de tudtuk, hogy megbocsát. A szülők ellen nem lehetett vele koalíciót kötni, bár nagy volt az empátiája, szegény feje, hallom szinte a hangját, de együtt érzett a szülőkkel is. Közel volt a szívünkhöz, de tiszteletet parancsoló is tudott lenni, mikor Isten ügye volt veszélyben. Katona emberként tudta, mikor van parancsa előlépni, és amikor mandátuma letelt, hátralépett. Ezt is méltósággal tudta tenni. Sokat tanultunk tőle, és sokszor ittuk a szavait. Címszavakban emlékezve, tésztagyúrás a ceglédi szeretet otthon számára, karácsonyi koncertek beindítása Kingáékkal, építkezés, gyülekezeti ház, kényszerpihenő tolókocsi. Akkor is jött a templomba, amikor tolókocsival tudott csak közlekedni. Alázat és méltóság kísérte. Viccelni is lehetett vele még akkor is. Néhány meghatározó történet jutott eszembe, mikor erre a megemlékezésre készültem. Laci bácsi és a miniszterelnök. Jó néhány éve lakitelekre készültünk cserkészekkel. Ima közösségen kérdeztem tőle, hogy mit tetszik üzenni a miniszterelnöknek, mert ott lesz ő is. Gondolkodott, a bölcsesség kezdete az úrnak félelme. Amikor ott voltunk, a dedikálásnál elé álltam, és elmondtam, hogy megkérdeztem az öreg papomat, hogy mit üzen. Átadtam üzenetet. Aztán kérdezte, honnan jöttem. Köszöntötte, üdvözletét küldte, minden jót kívánt. Hazajöttem. Laci bácsi, átadtam az üzenetet. Mit csináltál? De örült neki. Laci bácsi és a munkamegosztás. Készültek Etelka nénivel külföldre, mondta, hogy az istentisztelet alatt jutott eszébe, és az úr előtt kér, vállaljam el a gyerek istentiszteletet. Egy ilyen kérésre csak igen tudtam mondani. Családilag több megbízatást is kaptunk tőle, ami több évtizedre meghatározta az életünket. Itt láthattuk meg, hogy ezeknek a feladatoknak a teljesítése milyen lemondásokkal jár a család részéről. Laci bácsi és a bátorítás. Laci fiunk nagyon bújós volt, 5 éves lehetett, kérdezte, meddig lesz ez a fiú karonülő. Azután, amikor gyalog ment ki a templomból, férfiasan kezet fogott vele, rendszeresen megdicsérte, hogy milyen csinos a kis ünneplőjében, és ezt nem csak vele tette. Ezek kicsi események, de végeláthatatlan történeteket őrzünk mind, még sokan. Események a közelmúltból. A kórus mostani énekét énekeltem vele utoljára, októberben, az 50 éves konfirmáltakkal együtt, amikor meglátogattuk az otthonában. 3 héttel a halála előtt kerestem telefonom. Nem vette észre, mert Tamásék voltak nála látogatóban. 2 nap múlva beszéltünk. Telefonbeszélgetés vége felé kérdeztem, Laci bácsi, imádkozzunk? Ki kezdi? Kérdezte. Hát Laci bácsi. De tudom, hogy nem csak velem imádkozott a telefonban. Hűséges tanítványai, lelkésztársai öregkorban is megjelentek. Kelemen Norbent nagytiszteleti úr által összegyűjtött, megőrzött szolgálatok nagy kincsé váltak.
Családja és segítői meleg szeretettel vették körül. Még sehol sem hallottam olyan szépen és tiszteletten ejteni azt a szót, hogy édesapa, mint a fiaitól. Mikor az én édesapám halt meg, megrendülve mondtam Laci bácsinak, hogy már nem mondhatom többé édesapám, de mondhatom édesatyám. Élete utolsó napján, amit persze nem tudtattunk, hogy az lesz, pici unokámmal első közös babakocsis utunk Laci bácsi háza felé vezetett. Jó lett volna bemenni, gondoltam, megmutatni neki, de aludt a baba, s talán már Laci bácsi is. Viszont örülök, hogy látta fényképen, hiszen sokat imádkozott érte. Karácsonyra ő is kapott egy kicsi, körülrajzott kezecske formát, mint a többi családtag. Fontos szerepet töltött be az életünkbe. Mártika az esküvőjén a templomba menet beugrott a mennyasszonyi ruhában megmutatni magát, mert hálás volt, és szerette volna megosztani vele a pillanatot. Visszatérek ahhoz, hogy mit mondtak a lányaink öt szóban. Zsófi, nyugalom, béke, bizalom, elfogadás, szeretet. Márti, őszinte, tudott bocsánatot kérni és a dilemmákat megosztani. Hiteles példakép, mert hibázni, és dolgozott azon, hogy legközelebb ne tegye. Szeretetteljes, elfogadott és szeretett olyannak, amilyen vagyok. Hűséges, éleken keresztül naponta imádkozott értem. Nagy tiszteletű, nagy tiszteletet érdemlő és arra méltó, a másoknak is nagy tiszteletet adó. Nagyon fog hiányozni a kicsi öreg papom. Befejezésül. Laci bácsival is beszéltük, hogy Isten határozottan elválasztja az élőt és a holtat, határozottan tiltja az övéjének a halottakkal, halottakhoz való beszélgetést, így nem teszem, de találtam egy áthidaló megoldást. Úr Jézus Krisztus, mondd meg Laci bácsinak, hogy nagyon sokunknak fáj most a szíve, de jó tudni, hogy majd odafent találkozhatunk vele is. Hálásak vagyunk, hogy élete sokunk számára volt jellemformáló. Hálásak vagyunk az életéért. Köszönjük, hogy tanított megbékélni, megbocsátani. Élete végéig hűségesen ragaszkodott hozzád, hogy életét nézve eljuthatunk hozzád, Úr Jézus Krisztus, mert te elvégezted benne, és reményei szerint elvégzett bennünk is, hogy veled együtt lehessünk. Dicsőítünk téged. Amen. Hölgyeim és uraim, kedves gyászoló család, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Gulyás László, nagy tiszteletű úr, vagy ahogy mi hívtuk, Laci bácsi,
Számomra nem csak városunk életének aktív tagja, egyben díszpolgára, hanem az a lelki volt, hanem az a lelki pásztor, aki megkeresztelt, és akinél konfirmálhattam is. A rendszerváltás évében 10 évesen kerültem a nagytemplomi református gyülekezetbe, amit gyerekszemmel nézve egy nagyon karizmatikus és szigorú bácsi vezetett. Mivel az elevenebb gyerekek közé tartoztam, ezért társaimhoz képest lényegesen többször volt módom Laci bácsival beszélgetni. Sok figyelmet fordított arra, hogy személyiségünket, látásmódunkat és a tanuláshoz való hozzáállásunkat a helyes mederbe terelje. Emlékszem, egyszer Isten tisztelet előtt néhányan engedély nélkül kíváncsiságból felmentünk a harangtoronyba. Persze kiderült, az intő szó akkor is jogosan és időben érkezett. Mindig csodálkozva hallgattuk az életéből vett történeteket, tapasztalatokat. Az esztergályos munkásként eltöltött időszakról, a rengeteg tanulnivalóról, a teológiai akadémián, a kezdő lelkipásztori évekről. Mindez a hallgatóság számára örök emlék maradt. Laci bácsiból mindig sugárzott az erő és a határozottság. A hitoktatás mellett leplezetlenül készített fel minket a jövendőbeli kézzelfogható valóságra, az életre. Jelleme és példamutatása által tanítványai jobb anyák, apák és emberek lehettek. A lelkipásztori munka mellett aktív alakítója volt városunk életének. Munkásságát önkormányzatunk 1998-ban Monorváros díszpolgára cím adományozásával ismerte el. Részletek a kitüntetés indoklásából. A nagy tiszteletű úr több mint 30 éve él Monoron, és vezette városunk nagy templomi református gyülekezetét. Gulyás Lászlót nem csak a hívei, de az egész város ismeri. Mindig, minden helyzetben ember tudott maradni. Idézet vége. 1966-tól 37 éven át volt a monori nagy templom gyülekezetnek a lelkésze. Az egyházi munka mellett társadalmi tisztségeket is betöltött városunkban. Elnöke a Pán-Európai Unió monori csoportjának, az Ökumenikus Általános Iskola iskolaszékének és 2000-től a Monorért Baráti Körnek. A Borzsák István Alapítvány kurrátora nyugdíjasként az egyházmegye területén a lelkészek helyettesítését végezte. Tevékenységével, hozzáállásával és emberi példamutatásával a gyülekezeten kívül is kivívta a tiszteletet és az elismerést. Nyugodj jobb békével, Laci bácsi, soha nem felejtjük el. Szeretném részvétemet kifejezni Monorváros önkormányzata nevében a családnak, hozzátartozóknak, barátoknak és a gyülekezetnek persze. Áldás békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit, a gyászoló családot, akiknek Isten végasztalását kívánom innen, erről a helyről is. 3 dolog van a szívemben, a hálaadás, a bizonyságtétel és a reménységgel betöltekezésnek a bánatban is boldog öröme. Ehhez 2 igét szeretnék felolvasni, Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből a 3. versnek csak a közepét. A pislákoló gyertyamécsest nem oltja el. És ehhez szeretném hozzáolvasni Dániel könyve 12. fejezetének a 2. és 3. verseit. Az okosok pedig fénylenek, miként az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra vezéreltek, ragyognak, mint a csillagok, mindörökké. Amen. A bánatban is hálát lehet adni, testvérek, és akkor is meg lehet köszönni az Úristennek, amikor valakit elszólít ebből a földi életből. Nyilván nem az elszólítás és az elválás fájdalmát
köszöni ilyenkor az ember, hanem azt az életet, amiért hálás lehet. Isten kegyelméből úgy állhatok itt, mint aki Laci bácsinak a 7. teológiára indított, és lelkipásztorrá lett, fiatal munkatársa lehettem. És azon kevesek, akik úgy élték mindezt át, hogy Laci bácsi keresztelte őket. 1967. július 25-én születtem, és augusztus 20-án kereszteltek Kovács Gábor későbbi konfirmandus társammal együtt, és most a fiaknak egy kis visszaidézés. Nyilván én erre nem emlékezhetem, de édesanyám elmondta, hogy amikor jöttek be, vagy aztán utána, amikor az emléklapot átadták, Laci bácsi csak ennyit mondott, de az is lehet, hogy itt az ige szolgálatban már nem emlékezett vissza pontosan, hogy neki is két fia van, István és Gábor. És lám, ezen az augusztus 20-ai ünnepi Isten tiszteleten így keresztelt bennünket. Aztán 1979 pünkösdjén konfirmált, rengetegen álltunk itt az úrasztalánál, nem is tudom, hányan konfirmálhattunk. És aztán egy darabig jártam ifire, és aztán jött középiskola, és valahogy elmaradtam, és már régen mezőgazdász voltam, és egy karácsonyi istentisztelet alkalmával az ajtóban csak ennyit mondott: Istvánom, gyere, két ünnep között, karácsony és új év között lesz a régen konfirmáltaknak egy találkozója, gyere el. Jó, Laci bácsi, ott leszek. Mint elmondta, nem nagyon hitte ezt a válaszomat, de eljöttem, és hát azóta tulajdonképpen itt vagyok, ha nem is ezen a helyen, de Isten kegyelméből az Úrnál. Mert valami olyan boldog érzés volt újból visszatalálni az Úristen közelségére, mint amikor a tékozló fiút visszafogadta az édesapja. És aztán, amikor az Úristen a szívemre helyezte azt, hogy nem vagyok a helyemen a mezőgazdaságban, és valami mást akar az életemmel, akkor rohantam hozzá, mint sok minden máskor. Persze az időkorlátot igen tartani kellett, mert amikor fölnézett az órára, akkor tudta az ember, hogy bár nem vagyok katona, de összevágva bokámat be kell fejezni a mondatot, és időt kell hagyni a pihenésre neki is. És elmondtam, hogy mivel küszködök, annyit mondott, hogy István, ha az Úr szólított meg, akkor figyelj továbbra is az Úrra, és ő majd megmutatja neked. Egyébként hívő mezőgazdásokra is van szükség, úgyhogy nem biztos, hogy neked pályát kell változtatni. Aztán mégis, mivel az Úr nem hagyott békén, és az igék jöttek egymás után, prófétának rendeltelek a népek közé, Laci bácsi, engem, hát én meg nem merek szólalni. Hallgassak tovább az Úr szavára, és mint Éli kis Sámuelt úgy terelgette vissza, és végül megértettük, hogy az Úristen erre a szolgálatra akar indítani, és innen ettől az úrasztalától bocsátott el, és indított a teológiára, aki az eke szarvára veti a kezét, és hátra tekint, nem méltó arra, hogy az Úr követője legyen, mert tudta, hogy még mindig a gumicsizmámhoz ragaszkodom, de mégis útnak indított. És aztán, amikor Isten kegyelméből társat találtam, ő eskedhetett, és ahogy szoktam mondani, el nem temetett, de az összes többi lelkészi szolgálatot véghez vitte az életemen. A hálaadás tehát mindezért, mert olyan valakit adott mellém az Úristen, akár nehéz pillanatokban is, nekem is apám helyett apám volt, amikor másodéves teológusként 26 éves fejjel elveszítettem az éppen ennyi idős, mint most én vagyok, 55 éves édesapámat, akkor azt éreztem, hogy apám helyett apám lesz, és nagyon jól tudta, hogy hogyan kell a gyászban vígasztalni, kiküldött Nyáregyházára néhány hétre helyettesíteni, 9 hónap lett belőle, egy kisbaba világra jött volna az idő alatt, de a gyászban vígasztalást jelentett a támogatása, a megerősítése, az átolvasott prédikációim, amit megmutattam neki szombat délutánonként, és
jó volt így együtt készülni, és megadatott az is, hogy 4 év vértesaljai szolgálat után szolgálhattunk 1 évet még párhuzamban. Én 2001. augusztusában érkeztem a kis templomba, és Laci bácsi 2002. nyár végéig állt itt szolgálatban. Nagyon jó volt a tanítómesterrel együtt szolgálni. Nagyon jó volt, hogy akkor már bár végig Istvánomnak hívott, már nem csak a fiatal teológus, hanem a szolgatárs lehettem. És a bizonyságtétel része az is, ahogyan utána az én szolgálatomban osztozhatott velem, elindult nálunk nem sokkal az idekerülésem után egy iszákos mentő misszió, egy hétfő esti, este 7 órakor kezdődő alkalom, gondoljanak bele a kisgyerekesek, hogy milyen jó akkor, amikor éppen a feleség az x-edik gyermeket fürdeti, és a másik ott sírdogál. Jöttem hozzá, hogy Laci bácsi, nem tudom én ezt a szolgálatot fölvállalni, nyugdíjasként nem volna-e kedve, igaz, nagy templomi lelkipásztor tetszik maradni mindvégig, de a kis templomban beszolgálni. Végig sem hagyta mondani ezt a mondatot, és azt mondta, hogy rendben van, ők lesznek az én utolsó gyülekezetem, az én kis gyülekezetem, pedig akkor már helyettesített és szolgált nyugdíjasként Gödöllőn, Cegléd nagy templomban, és sokfelé, ahol hívták, de hétfő esténként ott volt azok között, akik az itallal küszködve, sokszor nem is egészen józanon megérkezve az alkalomra szükség volt az ő katonatiszti határozottságára, hogy aztán utána én egészen más habitussal, de a gyerekek felnövekedése után át tudjam venni ezt a szolgálatot tőle. Az Úristen meggyújtotta az ő pislogó gyertya mécsesét. Ő sem tudta először, hogy a katonatiszti pálya az nem az édesapjától öröklendő, és aztán majd esetleg több generációra tovább adandó küldetés lesz-e. Mégis az Úristen elhívta. Sokszor elmondta nekünk is az elhívási igéjét, de elmondta azt is, amivel megtért. Bár nem pontosan tudom már, lehet, hogy nem is idézte az ige helyet teljesen, de jól tudjuk azt a történetet, amikor a második mózesi könyvben olvasunk a templom berendezési tárgyairól, és őt az fogta meg, hogy a gyertyatartók, azok az aranygyertyatartók és az ő elhelyezésük milyen rendben történik az Isten leírása szerint, és utána, ahogyan ezt majd végrehajtják a Szent Sátorban, vagy aztán később a templomban, Isten parancsaként úgy helyezik el, és ő ebből tért meg, hogyha Istennek gondja van ezekre a templomi tárgyakra, akkor gondja van az ő életére. Laci bácsi életét abba a gyertyatartóba belehelyezte az Úristen, amikor meggyújtotta a hitlángját, és én hiszem, hogy ezt a pislogó gyertyamécset most sem oltotta ki, amikor hazaszólította őt, hanem azt teszi, amit Dánielnél mond, ugye másik fogsági próféta, hogy az igazak pedig fénylenek, miként az égnek fényessége, akik, és akik sokakat Isten igazságára vezéreltek, ragyognak, mint a csillagok örökkön örökké. Én hiszem, hogy sokunkban, akiket akár teológusként, konfirmandusként, ifisként az ő ige szolgálatai megérintettek, és útbaigazítást adtak a téveigéseinkben, útkereséseinkben, segítettek abban, hogy megtaláljuk a helyünket a szolgálatban, a hétköznapi életben, és megtaláljuk az örök életet. Befejezem, én hiszem, hogy Laci bácsi gyertyatartóját nem mozdította ki a helyéből, mint ahogy a Jelenések könyvében figyelmezteti az egyik gyülekezetet, hogy kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből. Laci bácsi ott ragyoghat abban az égi örök világosságban, és ahogy az Úr a világ világossága Jézus Krisztus
ránk mutat, és azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Én hiszem, hogy a hitnek fényessége itt marad, reménység szerint a családtagokban, és bennünk későbbi szolgatársakban. Isten áldja meg Laci bácsi emlékét. Köszönöm, hogy meghallgattok. Református temetési rendünk szerint hallgassátok meg Isten vigasztaló igéjét. Pál apostolnak korintusbeliekhez írt második levelének 4. fejezetében a 16. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszban ezt olvassuk a Szentírásban. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez minékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Most pedig fennállva gyertek, valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását, és hiszem az örök életet. Ámen. Áldásvétele előtt hitvalló bizonyosságként énekeljük a 421. dicséretünk első és második versét. A 421. dicséretünk első két versét énekeljük, tudom, az én megváltóm él.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr az ő arcát te rád, és adjon te neked békességet Jézus Krisztusért, a Szentlélek által. Amen.